Kamerák keresztüzében egy riadt földi kutya, belülük alig pár száz példány él az egész világon. A felvétel 2012-ben készült, amikor elindult a megmentésükre kitalált természetvédelmi program. Ezeket a képeket a szabadkai tévések készítették egy náluk felbukkant földi kutyáról. Az állatok a föld alatti járataikban szabadon jöttek-mentek Szerbia és Magyarország között eddig, csak hogy most pont a legnagyobb kolónia területét szelné ketté a kerítés. Teljesen új faj, ami itt Dél-Magyarországon, illetőleg a Vajdaság északi részén, tehát ez a mi állományunk található. Hogyha ez igaz, akkor ez az emlős állat még a pandától is ritkább. A faj a Kárpát-medencében alakult ki, nincs is máshol ilyen állat. Teljesen vak, szemei helyét csak két pötty jelzi, gyökereket eszik, és csak nagyon ritkán jön a felszínre. A Kiskunsági Nemzeti Park a földi kutyákat féltve engedélyt kért az állatok áttelepítésére. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség ezt gyorsított eljárásban meg is adta. Pedig a Védegylet nevű civil szervezet szerint a hivatalban is tudják, hogy az áttelepítés miatt elpusztulhatnak az állatok. A határozatban benne van, hogy jegyzőkönyvezni kell az elpusztult állatokat, úgyhogy már számítanak is reálisan, hogy el fog közülük jó pár pusztulni. Nem akarják elköltöztetni a földi kutyákat, ezt írta korábbi közleményében a Földművelésügyi Minisztérium. Azt mondják, a tervekben csak vízforgatókönyvként szerepel az állatok áttelepítése. A kerítésépítésnél olyan technológiát használnak, amivel nem veszélyeztetik az állatok lakhelyét, nem jár földmunkával, és a kerítésnek nem lesz talajfelszín alatt része, ígérik. A Védegylet munkatársai azt mondják, ha mégis költöztetni kell az állatokat, az a kipusztulásokkal fenyeget, ezért feljelentést tesznek. Ez ügyben is fogunk büntető feljelentést tenni, meg egyéb természetkárosítás miatt, mert más területeken is védett természeti területeket érint a beavatkozás. Azon kívül az ombudsmanhoz fordulunk, és polgári pert indítunk a természetkárosítás ellen. A Délalföldön élő földi kutyák eszmei értéke darabonként 1 millió forint.